Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Már az elmúlt napokban beszéltünk az Index két fejezetben megírt cikkéről, annak tartalmáról, amely az egyszerűsített honosítási eljárás kapcsán az azzal járó különböző visszaélésekről szólt, kimondottan orosz, illetve ukrán visszaélésekről. Arról írt az újságíró kolléga, hogy hogyan épült rá gyakorlatilag egy maffia hálózat a magyar állampolgárság megszerzésére, amely egyben egy uniós állampolgárság, uniós útlevél, tehát szabad mozgás az unióban. Így aztán nagy a kereslet, és nagy a kereslet arra is, hogy kik épüljenek rá ennek a, hát a, hogy is mondjam, beszerzésére. Állítólag erre tényleg szakosodtak, és nem kis pénzért, másfél vagy akár 9 millió forintért is, attól függ, hogy mit kellett szerezni. Csak a, mondjuk egy magyar polgármesternek az igazolását, hogy az illető, aki meg se jelent a magyar polgármester előtt, tud magyarul, csak ezt kellett megszerezni, vagy akár a hamis okmányokat arról, hogy egyáltalán volt magyar őse, ami ugye nem volt, de szereztek neki, az még több millióba került. Tehát nem csak orosz, ukrán, hanem magyar hivatalnokok is érintettek lehetnek az ügyben, írta az Index. A Nemzetpolitikai Államtitkárság pedig azt reagálta, hogy megteszi a jogi lépéseket. Vetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Voltak visszaélések, amióta az egyszerűsített honosítási eljárást bevezették? Voltak. Akkor, hogyha erről ír bárki, mondjuk egy hírportál, akkor miért nyilatkozza, vagy miért adja ki ön egyből azt a közleményt, hogy megteszik a jogi eljárásokat, a jogi lépéseket, hát miért nem inkább göngyölítsük fel, hogy igaz-e, tényleg vannak-e visszaélések azóta is, mióta ezt bevezették? Most messze többet foglalkozunk, azt hiszem, ezzel a cikkel, cikk sorozattal, mint amennyit megérdemel. De azért vagyunk itt, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Leszögeznénk, hogy ez a két cikk, és maga az egész hozzáállás ezzel a témával kapcsolatban, azért nagyon súlyos csúsztatásokat tartalmaz. Mi a csúsztatás? Mint tartalmi, mint pedig nagyon erőteljesen tendenciózus csúsztatásokat tartalmaz a cikk. Igazából mondatonként végigmehetnék, rengeteg szakmai hiba van benne, rengeteg szándékolt csúsztatás, rengeteg rossz indulat van benne, megöntve anekdotisztikus elemekkel. Igazából nekem, amikor olvastam, tehát amikor például Újpesti Zsoltiról, a Nepperről ír, szóval nekem ilyen kicsit ilyen rejtőféle anekdóta gyűjtemény jutott az eszembe, illetőleg eszembe jutott a mondjuk például talán 10 évvel ezelőtt elhíresült Frey Tamás féle dosszéja, amikor a bérgyilkos bemutatta, akiről másnap vagy harmadnap kiderült, hogy dublőről van szó. Tehát azért az egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk valaki bérgyilkosként nem akarja adni az arcát, de egyébként létezik a bérgyilkos. Az sem mindegy, hogy Újpesti Zsolti az Zsolti-e, illetve az mindegy, hogy Zsolti-e, Zsolti a kivek, egyáltalán, hogy van-e egy ilyen újpesti, vagy akár nem újpesti ember itt Magyarországon, csak éppen megváltoztattuk a hovatartozását, hogy nem újpesti, hanem akármilyen más kerületi, és nem Zsolti, hanem Béla, teljesen mindegy. Tehát ilyenkor önnek, akinek ez a szakterülete, nem az a dolga, hogy felkapja a fejét, hogy úristen, hát lehet, hogy van újpesti Zsolti. Lehet, hogy van, de igazából ez egy tényfeltáró cikknek álcázott, igazából kicsit ilyen krimi regényszerűség, amelynek vannak egyébként valóságos elemei is, tehát azt soha nem tagadtuk. Azt se tagadtuk soha, hogy nagyon sokan próbálkoznak a visszaélésekkel a magyar állampolgárság megszerzés érdekében, mert valóban uniós polgárság rengeteg joggal jár. Ugyanakkor az egyszerűsített honosítás már a bevezetésekor is, tehát 4 évvel ezelőtt is nagyon sokat gondolkodtunk, és nagyon sok fejlesztést is vittünk abba, hogy maximális biztonságban legyen mindenki. Tehát például minden egyes kérelem keresztül fut az összes nemzetbiztonsági szolgálaton és a rendőrséggel. Természetesen leellenőrizésre kerülnek azok a... Ez mindig is így volt? Ez mindig is így volt, ez nem volt semmifajta változtatás. Tehát az összes rekord arra vonatkozóan, hogy követette el valamilyen bűncselekményt, illetve az operatív információk is. Tehát olyan információk, amelyek arra utalnak, hogy az illető mondjuk egy bűnszervezet tagja, titkosszolgálat tagja, tehát ami nemzetbiztonság, és ami nem véletlenül az állampolgársági eljárás, egyedi eljárás, abból a szempontból nincs jogorvoslat, és nincs indokolási kötelezettség. Tehát ha kimegy egy elutasító határozat, abból nem tudja meg az ügyfél soha, hogy miért lett elutasítva a kérelme. Az Alkotmányvédelmi Hivatal például jogkörileg evidenciaként, hogy így leegyszerűsítsem a dolgot, ezt a
ezt a hálózatot, ezt az intézményi hálózatot, hogy milyen kérelem érkezik, kiknek az ezt automatikusan mindig és mindenkor is vizsgálta? Minden egyes embert, minden egyes kérelmezőt. Ez az egyik oldal, tehát ez a kérelmezői oldal. És erről mindig kaptak önök értelemszerűen visszajelzést? Bevándorlás és állampolgársági hivatal, ugye a döntés előkészítő egy személyben. Másrészt pedig ugye van egy objektumvédelmi, illetve magát az eljárási megkörnyékezéseket kizáró feladata az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, tehát a belső elhárításnak, nyilván a külképviseleteken ez az információs hivatal. Ezek vizsgálják és elemzik egyrészt a bejövő adatokat, másrészt pedig ugye beépülve információkat szereznek, akár a kollégáktól is, és hát ugye a rendőrségi törvény lehetővé teszi a megbízhatósági vizsgálatot is, tehát mondjuk úgy a próbavásárlást, és akkor nem egy esetben a kolléga, idézőjelben kolléga, fennakadt a próbavásárláson, azaz belement a csapdába. A kolléga most ilyen esetben egy ügyintézőt jelent? Ügyintéző, tehát járási hivat, tehát akkor volt kormánytisztviselő, természetesen ezek fel vannak függesztve, ezek az emberek büntetőeljárás van ellene folyamatban. Hány ilyen eset volt? Most per pillanat a belügyminisztérium legfrissebb statisztikái szerint körülbelül 110 esetben tettek fel jelentést, és 20 esetben pedig azok ellen, akik 20 büntetőeljárás indult, amelyben a külföldi kérelmező anyagi ellenszolgáltatást nyújtott, vagy kívánt nyújtani az ügyintézőnek, tehát amikor úgymond a másik oldal is meg lett fogva. A 110 feljelentés, a feljelentés az kitette? Az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy az elhárítás, mondjuk így? Igen, bevándorlás és állampolgársági hivatal, rendőrség, igen. Nemzeti Védelmi Szolgálat, az erre illetékes szervek komolyan. Hát ugye elhíresült, aztán 2 vagy 3 héttel ezelőtt több hírportál is foglalkozott azzal, hogy a szexárdi járási hivatalnak az egyik dolgozója, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozott, csak a kéremet vette át, tehát döntés előkészítéshez közel nem kerülhetett, visszaélt a helyzetével. Hát ugye valahogy úgy jelent meg a hírekben, hogy az esküvőjéről vitték el mennyasszonyi ruhában, tehát élete legszebb napján. Hát az valószínűleg egy kicsit el lett rontva, bár nem lehet tudni, hogy mitől mentették meg ott az esküvő napján. Minden esetre igen, ez erről olvashattunk, és ez még az indexes összeállítás előtt jelent meg ez a hír, de most már így össze tudjuk rakni a mozaikokat. Azért a 110 nem kevés. Ezek szerint az Alkotmányvédelmi Hivataltól, az elhárítástól önök felé érkezett jelzés, hogy visszaélések vannak. Ez a kezdetektől fogva napjainkig érkeznek ilyen jelzések? Kezdetektől fogva napjainkig bevezettünk egy olyan rendszert, amely folyamatosan csilingel, folyamatosan jelzi azt, hogyha valami probléma van, és akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket. Van, amikor ugye ezek titkosszolgálati operatív eszközökkel történnek, ezt most nyilván nem akarom részletezni, minden esetre hosszadalmas nyomozások eredményei ezek nagyon sok esetben, amikor összegyűlik a kellő bizonyíték, illetve az egész hálózat felderítésre kerül. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, amikor jelzést küldött például önök felé, akkor de hány polgármesterről küldött jelzést? Most ez nagyon érdekes egyébként, ez is egy nagyon elég érdekes a cikkben. Egyébként szakmailag egy hiba a sok-sok közül, hogy polgármester nem vehet át állampolgársági kérelmet. De nem a polgármester igazolhatja azt, hogy valaki tud magyarul? Nem. A polgármesternek milyen feladata lehet egy ilyen történetben? A polgármester azután, hogy lezárult az egész eljárás, az állampolgársági eskütételnél, a ceremóniánál beszédet mondhat, kiveszi az állampolgársági esküt, tehát előtte teszik le az állampolgársági esküt, és utána kocint az új magyar állampolgárokkal. Az anyakönyvvezetőnél lehet benyújtani az állampolgársági kérelmet, a külképviseleteken, a konzuli ügyintézőknél, illetve a bevándorlás és állampolgársági hivatalnál. Most már ez változott, tehát anyakönyvvezetőnél már 2013. március 1-től nem lehet, hanem a járási hivataloknál, kormányhivataloknál, kormányablakoknál lehet ezt benyújtani. És arról az Alkotmányvédelmi Hivataltól kaptak például jelzést, hogy nem a polgármester vagy polgármesterek veszik át ezeket a kérelmeket a nepperektől vagy dílerektől, viszont azért merik egyáltalán a hivatalnokok átvenni, akár anyakönyvvezető, akár más hivatalnok, mert hogy mindez a polgármester tudtával van. Ezek az ügyek kivizsgálás alatt vannak, tehát ugye, ahogy van tehát ez volt ilyen jelzés az Alkotmányvédelmi Hivataltól? Természetesen. Természetesen, tehát ezek egy folyamatosan működő rendszer. Itt igazából az a probléma a cikkel, hogy ugye azt írja le, amit józan ember azt hiszem, hogy elsőre is elolvas, megrőkönnyödik, hogy több tízezer, hogy az ukrán, van úgy van a cím, hogy az ukrán maffia több tízezer orosz állampolgárnak osztogatja a magyar állampolgárságot. Direkt idefele jövet, még leellenőriztem még egyszer a statisztikáinkat. Az utóbbi 3,5 évben 2800 orosz állampolgár nyújtott be magyar állampolgárság iránti kérelmet.
Nincs mindegyik eldöntve, mert nagyon sok még folyamatban van ilyen eljárási cselekmények miatt. Ebből a 2800-ból olyan 2400 lett elbírálva, és ebből 1880 valamennyi lett. Tehát 70%-át elutasították. Háromnegyedét, igen. De két külön országról beszélünk, és hány ukrán honfitársunk, vagy feltételezett honfitársunk adott be kérelmet, ők azért sokkal többen voltak, mint 2800. Igen, ugye a kárpátai magyarságnak nagyon-nagyon fontos a magyar állampolgárság, érthető okokból. Körülbelül 85 ezeren nyújtották be, és ebből 10.595 fő lett elutasítva a mai nap reggelig. Hát ukránok esetében mondhatjuk azt, hogy 10.000-ével, mert hogy itt már 80 ezres számról beszélünk. És de ne felejtsük el, hogy a kárpátai magyarságról van szó. Hogyha valóban őróluk van szó, mind a 85 ezer esetben, akkor tényleg őróluk van szó. Az imént azt mondta, hogy igen, érkezett az alkotmányvédelmi hivataltól jelzés arról, hogy polgármesterek tudtával, vagy talán azért érzik magukat biztonságban azok az ügyintézők, akik átveszik ezeket a hamis kérelmeket, mert hogy a polgármester tudtával történik ez. Hány polgármester... már nincs ilyen. De hány polgármester ellen indult például eljárás? Ezt nem tudod megmondani, ezzel a nyomozóhatóságoknak a feladata, hisz fel kell göngyölíteni ezeket a, indult az ügyeket. Polgármesterek ellen eljárás? Minden bizonyal, de ezt a 110 ügyet én nem ismerem, vagy 120 ügyet nem ismerem én egyenként, hogy erről nem is az én feladatom, hisz ez a megyei rendőrfőkapitányságok feladata, hogy feltárják, hogy ki mit hol hibázott. Nyilván ezekben az esetekben fel is van függesztve az eljárás, tehát azoknál az esetekben, ahol felmerült a gyanú, hogy ott nyújtották be a kéremet. Időben meg lettek fogva. Egyébként, aki nem lett időben megfogva, ugye a törvény lehetőséget tesz arra, az állampolgársági törvény lehetőséget tesz arra, hogy visszavonják az állampolgárságot. Ez több esetben is előfordult. Ebben az esetben, hogy a törvény azt mondja, hogy 10 éven belül, ha valaki családmódon szerezte meg a magyar állampolgárságot, akkor vissza lehet vonni, illetve vissza kell vonni a magyar állampolgárságot, és hát több esetben is ez előfordult, és nem egy következő eset is lesz. Nyilván minden esetről, mondjuk a 110 feljelentés összes részletéről nem biztos, hogy tud minden apró kis részletet, de hogy az azért biztos megmaradt az emlékei között, hogy jellemzően kis települések polgármestereiről, vagy nagyobb települések polgármestereiről volt szó. Szerintem nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a cikk nagyon sok mindent összemos. Tehát kijelent valami olyasmit, hogy több tízezer orosz állampolgár családmódon lefizetve a magyar közigazgatást megszerezte a magyar állampolgárságot. És biztosak vagyunk benne, hogy nem? Hát történt 110 feljelentés, de az nem 110 ügy, hanem akár annak a sokszorosa, nem? Dehogy nem, csak az a lényege a dolognak, hogy a több tízezer orosz állampolgárról szó nincsen itt. Tehát itt azok az emberek, akik megszerezték itt a utóbbi 3,5 évben 600 ezer új magyar állampolgárral bővültünk az egyszerűsített honosítás segítségével. Ennek az elsőpről 99,99%-a merem mondani, hogy teljesen jogosultan kapta meg, vagy kapta vissza, mert volt valaha magyar állampolgár. Sokkal több az ukrán kérelem, ezt már megbeszéltük, és hány szerb kérelem érkezett például? A kérelmek 18%-a szerb állampolgár, és kb. 2/3 a román állampolgár, de azt hiszem 65 országból jött be kérelem, Németországból is, Egyesült Államokból, Izraelből, Kanadából, Ausztráliából, ezek a főbb, és Horvátországból, ugye ottani magyar lakta területekről. Hát akkor szerbek is vannak legalább 100 000-en, ha nem több. Hogyne, hát Vajdaságban azért egy több mint 300 000-es magyar közösség él. Tehát persze. Szerb állampolgárok, de magyarok. Tehát ott is van egy 100 vagy akár 120 ezer egyszerűsített honosítási számunk, Ukrajna felé van egy 89 ezer fős honosítási számunk, hogyha 110 feljelentés érkezett, és 20 esetben még a lepperek ellen is már nyomozást indítottak, tehát feltételezhetően megfogták őket, akkor ez, még egyszer mondom, nem értem, hogy mit nehezmény az Index cikkében, tehát egyszerűen összejöhetnek a magas számok a visszaélések tekintetében. A cikk, ugye azért nem mossuk össze a két dolgot, a cikk azt mondta, hogy ezek az emberek meg is kapták. Meg is kapták, a több tízezer orosz állampolgár megkapta a magyar állampolgárságot. Biztosak vagyunk benne, hogy nem? Én biztos vagyok benne, és a szolgálatok is biztosak benne, a belügyminisztérium is biztos benne. Itt gyakorlatilag létező tendenciák, létező kiskapukat kihasználó embereknek a nagyon-nagyon feltupírozott bemutatása volt. És ugyanakkor összemossa a cikk egy másik gondolatot is, hogy nagyon sok olyan személy van, nepper, díler, közvetítő, akármicsoda,
amely kifejezetten a befolyással üzérkedik. Tehát átveri, csaló, átveri a jóhiszemű vagy kevésbé jóhiszemű embereket. Tehát magyarul itt hatalmas pénzeket idézőben legombolnak az ügyféltől. Ezek az ügyfelek ugye máshol szocializálódtak. Ők csak azt tudják elképzelni mondjuk Ukrajnába, Oroszországba, hogy csak pénzért lehet megvenni valamilyen szolgáltatást, talán egy közigazgatási szolgáltatást. De állítólag itt is megkapták azért többen. Volt olyan is, aki aztán a pénzt vetette és lelépett az Index összeállítása szerint, de volt olyan is, aki elvégezte a dolgát és megkapta az illető aztán a magyar állampolgárságot. Azért. Még egyszer kérdezem, jellemzően nagyvárosok, kis települések polgármestereiről érkezett a jelentés önökhöz, vagy jelzés önökhöz, vagy inkább úgy kérdezem, hogy hány nagyváros polgármestere került gyanúba? Itt az illetékesek, a megyei rendőrfőkapitányságok, nem tudok semmifajta ilyen információval, de nem én nyomozom. Tudom, de önök felé a jelzés érkezett? Ezeket a rendőrség, tehát az ORFK, illetve a megyei rendőrfőkapitányságok dolgoznak össze, illetve az összes társszáz, de azt tudom hangsúlyozni, hogy egy nagyon erőteljes munka van azon, hogy megakadályozunk minden eddigi próbálkozást is, ezután következő próbálkozást is. Csak egy titkot, hogy hadd áruljak el, hogy... Azt szeretjük, ha elárulja a vendég a titkot. Igen, tehát ugye egyetlen egy helyen történik a döntés előkészítés. A Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal Budafoki út 60 alatti épületében, ott az ügyintézők nem kommunikálhatnak, nincs ügyfélszolgálat, nincs semmi, ott nem kommunikálhatnak a döntés előkészítő ügyintézők idegenekkel, külföldiekkel, stb. Na most, hogy hogyan kerül az ügyintézőhöz például az akta, azt nem valaki dönti el, és mondjuk a Liblingére, vagy valakivel összejátszó személyre szignálja azt az ügyet, tehát hogy az foglalkozom vele, és akkor együtt tudnak működni, hanem a gép sorsolja. Tehát a gép dobja ki, hogy melyik ügyintézőhöz kerül. Tehát nem lehet befolyásolni azt, hogy melyik ügyintézőhöz fog kerülni az, akinek a felelősség aztán végigvinni azt az ügyet. 2013 óta valóban szigorították a rendszert, még egyszer kérdezem, hogyha az Alkotmányvédelmi Hivatal önök felé jelzéseket küld, és már az imént elismerte, hogy polgármesterek tudtával is történhettek ilyenek a gyanú szerint, és erről jelzést adott az Alkotmányvédelmi Hivatal, akkor még egyszer kérdezem, nagyvárosok polgármestereiről is érkezett ilyen jelzés? Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nem én vagyok a nyomozó hatóság. Én azt tudom. Fogalmam nincsen, és ráadásul ugye mi a minisztériumban dolgozunk, most a nemzetpolitikai államtitkárságon dolgozok. Tehát nem a minisztériumban küldik, és nem mi vagyunk a nyomozó hatóság, tehát nem is de kapunk ilyen, nem kapok ezekről jelzést. Jelzést. Megkapják az Alkotmányvédelmi Hivataltól, hogy visszaélés gyanúja van. Nem, én nem kapok ilyen jelzést. Tehát mi egy felügyelő szerv van. Az államtitkárság nem kap ilyen jelzést? Nem. Hát az imént azt mondta, hogy igen. Statisztikát kapunk arra vonatkozóan, hogy hány ilyen feljelentés történik. Tehát azért nem a minisztériumban döntenek egyedi nyomozó... És a statisztikában szerepeltek polgármesterek is? Szerepeltek, igen. És akkor még egyszer kérdezem, a statisztikában csak úgy szerepelt, hogy darab polgármester, vagy település is megnevezve? Fogalmam sincsen, tehát úgy néz ki a dolog, hogy egy általános, hogy sok mindenki ellen indult eljárás. De nem is ez a lényege. Tehát itt igazából az, hogy összemossa a cikk, és elég érdekesen van egyébként időzítve, erről is lehetne beszélni. Tehát miért erről van a cikkről... érdekesen időzítve, ezt se értettem ugye a közleményében. Most ugye megnéztük direkt, és az Index, a hírportál idézőjelben, Miért idézőjelben egy hírportál? Igen, de itt erőteljesen azért a bulvár fel azt hiszem elment, tehát egy botrány fele. Ez bulvár? Hát ez nekem sokkal több, mint minden esetre, hogy tényekkel sok köze nincsen, az egész biztos. Na, most erről még nem tudok meggyőzni, hogy miért. Igen, szóval időzítés. Az utóbbi 3,5 évben egyszer se foglalkozott igazából a honosítással a hírportál. Nem is baj, más a műfaja. Viszont ugye... Én se, és most meg itt ülön. Hát ettől még... Nem is ez a probléma, viszont akkor robbantottak ki, érdekes módon, lehet, hogy én vagyok gyanakvó túlzottan, de gondolom ön is az a típus, hogy azért néha motoszkál a kis ördög a fejében, nem? Attól függ. Most mi az időzítés, ami miatt a kis pont ördögön három éve várunk a Szlovák Alkotmánybíróság döntésére. Előző nap jelenik meg, és aznap jelenik meg egy ilyen cikk. Különös véletlen. Különös véletlen, hogy pont ugye most vagyunk, most már elindult komolyabban az önkormányzati kampány. Lehetséges az is, hogy ugye ezzel Magyarországot rossz színben lehet bemutatni, ráadásul ugye nem a románok, nem a tömeges román bevándorlás, ugye azt már elfejtettük, tehát 23 millió román érdekes módon nem érkezett meg Magyarországra. Történtek visszaélések? Történtek, lecsaptunk.
és visszavonjuk ezeket az elutasításokat. Vagy legalábbis folyamatos a lecsapás, hiszen most sem vagyunk abban biztosak, hogy nincsenek rossz szándékú emberek, hiszen utoljára, mint egy tegnap sikerült valakit megfogni, hogy hamis papírokkal szeretett volna honosítást. Kifejezetten örülök neki. Történnek visszaélések. Akkor nem, akkor kifejezetten milyen? Örülök neki. Tehát ez nem egy kacsa, nem egy bulvár, hanem egy létező jelenségre hívta fel az Index a figyelmet. Egyébként szerintem olyan egyszerűen tiszta vizet lehetne önteni a pohárba. Az elmúlt évek honosításai kapcsán nézzék meg, hogy történt-e olyan, hogy valamelyik településen tömegével, egy időben, hát akkor az azonnal gyanúsá tud válni. De itt van X település, és nem a mellette lévő Y-ban, meg itt, hanem csak ott, annál a hivatalnál, annál az anyakönyvvezetőnél, vagy annál a polgármester ideje alatt egyszerre 200, 500, 600 vagy 5000. És akkor már lehetne tudni, hogy mit kéne megvizsgálni, nem? Nagyon jó nyomozói vénája van a főszerkesztő asszonynak, ezeket vizsgálják az illetékes szervek, és ilyen nagyon jó együttműködés van az összes szerv között, tehát ezeket a mozaik darabkákat rakják össze, és göngyölítik fel ezeket a hálózatokat. Egyébként már másfél-két évvel ezelőtt is voltak ilyen lebukások, nyilván ezeknek nem volt akkora hírértéke, mint most, ugye különösen a Szekszárdi eset, amelyik bekerült ennyire a hírekbe. Ezek folyamatosan történnek, de igazából azt nem lehet elképzelni olyan ideáltipikus állapotot, hogy soha nem történik semmifajta kiskapu keresés. Ez mindenhol máshol a bevándorlás engedélye, a vízumügyi intézésnél, de akár mindenütt máshol gondolni, csak a lakásmaffiára. Én azt tudom itt analógiaként mondani, volt lakásmaffia. Talán még ma is van lakásmaffia, nem tudom megmondani. Voltak igazán kirívó esetek is. De úgy beállítani valamit, hogy az összes földhivatal korrupt, és az összes, és 10 000 számra lehet hamisítani tulajdoni lapot, és mondjuk az ön tulajdonát saját magamra átíratom, mert ez körülbelül ezek a nagyságrendek, amik itt le vannak írva, és kifejezetten igazságtalanul vannak leírva. Egy szóval nem írt az újságíró azt, hogy minden egyes egyszerűsített honosítást kérő állampolgár csaló, hogy minden egyes magyar közalkalmazott, vagy köztisztviselő, vagy kormány hivatalnok csaló. Nem erről szól a cikk. Azt mondja, hogy üzemszerűen több 10 000 éve jönnek az orosz állampolgárok. Ezt írták gyakorlatilag le. És az ukránok. Ezt írták. Több 10 000 üzemszerűen a maffia gyakorlatilag kézbe tartja a magyar közigazgatást. Ez hazugság. Hát 110 feljelentés, 20 eset plusz még, azért várjuk meg a nyomozás végét, és akkor hát, ha pontosabban látjuk a számokat, hogy hány vélelmezett ilyen volt. Na most itt pont az a lényeg, hogyha az a probléma, azt mondanám, hogy nem lenne semmifajta büntetőeljárás. Az a lényeg, hogy van büntetőeljárás. Én azt mondom, hogy ezeket az ügyeket ki kell vizsgálni, végig kell vizsgálni, és azt is hozzátenném, hogy példát kell statuálni ezeknél az embereknél, mert ez szerintem azért, aki a magyar állampolgársággal kereskedik, az kimeríti a hazaárulást, vagy nagyon közelíti a hazaárulás fogalmát. Na de Semjén Zsolt meg arról beszélt, hogy gyakorlatilag aki ezt erről ír, vagy ezt az írást aztán továbbadja, hát az együttműködik valamilyen titkos szolgálattal, rossz szándékú titkos szolgálat, és az a hazaáruló. Tehát gyakorlatilag majdnem mi lettünk a hazaárulók, akik erről merünk beszélni. Most ez igazából már jöttek jelzések, hogy vannak azért titkosszolgálati problémák, tehát erről nem szeretnék komolyabban beszélni, de azért ugye korábban is szerepeltünk az újságokban, illetve külföldi hírportálokon. Nekem a kedvencem egy román szélsőséges honlap volt, amelyik az volt a címe, hogy a szabad dákok leszármazottai magyar állampolgárságért kuncsorognak. És igazából arról ír, hogy az egyik prefektus, meg a másik tanácselnök, az már biztos magyar állampolgár, ők biztosan tudják, és ezért le kellene mondaniuk. Ugyanúgy máshol például, szintén belföldi érdekek miatt, egy polgármester jelöltet vádoltak meg azzal, hogy már megszerezte a magyar állampolgárságot. Ez Ukrajnában volt. Direkt megnéztem, egy is se szerezte meg a magyar állampolgárságot, egyébként jogosultak lettek volna rá. Magyar állampolgárságú felmenőkkel rendelkeznek, biztos okirattal is tudnák igazolni, és beszélnek is magyar nyelven. Na, hát minden esetre majd, hogyha az ORFK beszámol a nyomozás eredményéről, akkor sokkal tisztábban látunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.